tehát a nagy tisztatát is alá lehet fúgatni, és akkor tud tűzoltási feladatokat is végrehajtani. Azt biztos tudják a kedves nézők, ha más nem ilyen rakófilmekben látták, hogy a pilóta, a gépparancsnok mögött van egy kis tehertere, ennek egy úgynevezett deszantérnek nevezett célrész van a helikoptervezető mögött, ahol változatokat be lehet tenni, vagy megint csak körülbelül másfél tonnányi belső tervet. Ezt is lehet tudani akkor, hogyha kedvesen kerülgetünk a helikopterben. Szemlőtetek itt nálunk a 24-es, 35-ös, és egy jó, elég jelentősen 35-es fokra belőtt a